A Fekedi Klumpenjäger tánccsoport több mint 10 éve alakult, a Fekedi énekkar pedig már több mint 30 éves. A megfiatalított kórus és a táncosok színes műsorral készültek a Bói Stimmungsparade elnevezésű rendezvényre. Nagyon vegyesek vagyunk egyébként, mert nagyon sok a Fekedről elszármazott, akik a tánccsoportban vannak, meg az énekkarban is, tehát ez egy ilyen képlékeny. Van nekünk egy baráti körünk, egy szülőföldünk baráti körünk is, azoknak a tagjai ölelik a tánccsoportot, énekkart szinte egybe. De nekem onnan jött, hogy én gyerekkoromban is népi táncos voltam, a Vimindi tánccsoportban, és akkor hát hosszú ideig nem, mert amikor az ember családot alapít egyéb, tehát és akkor hát egy ismerősünk 50. szülinapján jött össze ez a társaság, és akkor rájöttünk, hogy mi még tudunk táncolni, és akkor alakítottunk egy tánccsoportot. De rendszeresen próbálunk, mi általában hetente, hogyha az időnk engedi, akkor hetente próbálunk éneket is, meg egyszer táncot is. A bátaszéki Heimat tánccsoport mórágyi táncokkal és polkákkal készült. Ez a tánccsoport 1977-ben alakult, és Glöckner János alapította, és hát azóta is töretlenül működik. Ez a tánccsoport, ami most színpadra fog lépni, ez 2016. szeptemberében alakult meg, és hát már azóta együtt táncolunk, bár voltak kisebb szünetek így a pandémia alatt, de szerencsére egy nagyon jó kollektíva alakult ki. A műsorunk 3 táncból fog állni, és mindegyik egy nagyon kis vidám táncocska lesz. Az egyik a mórágyi táncok, ami már viszonylag ikonikusnak számít a tánccsoport berkein belül, a másik 2 pedig a Friss és a Pepi polka. A családomnak az egyik része az sajnos nem tartja a hagyományokat, de a nagypapám az baranyai sváb, szóval az én sváb gyökereim innen jönnek. A program szervezője Háner Róbert zenetanár, aki maga is fellépett feleségével és a Total Brass együttessel is. Kerelet baranya az ilyen szempontból erős, mert erős a svábság, és szerintem itt elég sok programok vannak, úgyhogy itt nem probléma összeállítani, itt az emberek érdeklődnek ezek a programok iránt. Én is jó magam sváb vagyok, sváb számozásomban, Székely-Szabadocsán a német önkormányzatot, azon kívül zenetanár vagyok, és ezt így összehoztam egybe, és ide tovább már 14. éve, vagy ott 15 éve csináljuk ezeket a műsorokat. Háner Róbert lánya Hédi harmonikán játszik, ő is megmutatta tudását a délután folyamán. Anyukám mondta először is, hogy olyan hangszert válasszak, amihez tudok énekelni, és vagy gitár jött szóba, vagy a harmonika, és én a harmonikát választottam. Megtetszett, hogy sokfajta műfajt lehet játszani rajta. Klasszikust, svábot. Kedvelem a sváb zenét, és játszom is szívesen. A kultúra ápolása az egyik ilyen fontos feladatunk, a német kultúrának az ápolása, a továbbadása az ifjú generációnak. Ez az, ami most már majdnem másfél évig elmaradt, ugye nem volt rá lehetőség a Covid-helyzet miatt. Most igyekszünk bepótolni. Ez az ősszel a második olyan rendezvényünk, ahol kulturális csoportokat hívtunk meg. Az előző rendezvényünken a bói csoportoknak adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, ez egy zenei délután volt, most pedig egy Stimmungsparade Háner Robival és csoportjaival címet adtuk neki, mert most ők hozták a műsort, vidéki fellépőink vannak különböző településekről, énekkarok, zenekar, szólók, duók, tánccsoportok, és ennek mi most nagyon örülünk, hogy másokat is meg tudunk nézni és megmutatni a bóiaknak.